Köszöntelek a csatornámon, ez a videó főleg kezdőknek fog szólni. A legfőbb, leggyakrabban ismételt növénytápozással és növényekkel kapcsolatos kérdésekről szeretnék beszélni, csak tömören és röviden, tehát ez kifejezetten kezdőknek könnyen érthető magyarázatok lesznek. Olyan akváriumokról szeretnék beszélni, ahol gyenge a fény, tehát nagyjából ezek a, a szettek és a tipikus lóftek akváriumok. Tehát a szettekben azért 10-20 lumen per liter, vagy ez a 0,25-0,3 watt per liter fényerőt nem lépjük túl. Erről megosztanak a vélemények, hogy ez megfelelő -e növényezni. Inkább úgy mondanám, hogy élő növények tartására alkalmas lehet, ha betartunk pár szabályt, ezt azért úgy nagyjából föl fogom most vázolni a videóban. Sűrűn előforduló kérdés, kell-e táptalaj, kell-e aktív talaj, kell-e folyékony tápozás, kell-e tápgolyó kapszula, akármi. Alapvetően azt tudom mondani, hogy folyékony növénytápozás kell, egy alaptáp, ami mikroelem plusz kálium, ezt bármilyen fényerőnél fontos, hogy megvásárolod és adagold, ezeknek van egy heti adagolása, ezt le lehet osztani naponta, úgy jobb, ha úgy adagolod. Tehát veszel egy alaptápot, heti X mennyiséget beadsz, esetleg leosztott héttel, és ezt naponta adod. Ez mellett szükség lehet talajtápra, főleg, hogyha inert, tehát kémiailag semleges talajod van, tehát homók, bazalt, akármi, amiben nincsen tápanyag. Amit én ajánlok, az komplex talajtáp, tehát legyen benne mikro és makroelem, mert előfordult, hogy egy-két növény mégis igényli a makroelemeket, hogyha ilyen gyenge fényed van, mert alapvetően ha gyenge a fény, akkor kicsi a növények igénye, Mikroelem plusz káliumos alaptáp, általános növénytáp bőven elegendő szokott lenni, de jó, ha van otthon komplex talajtáp is, tehát kapszula, tabletta. Fontos, hogy nem táptalaj. Szoktak kérdezni, hogy táptalaj fontos-e, tehát a aljára terítendő táptalaj és fölé fedő talaj. Nem kötelező, elég lehet a komplex, folyékony növénytápozás is, kiegészítve azért hát nem kötelező, de nagyon hasznos, hogyha van egy komplex talajfelőli tápozásod is, gyenge fény esetén is. Gyakran előfordul kérdés még, hogy milyen talajt válasz. Ugye, mint mondtam, táptalaj annyira nem fontos, folyékony plusz tápgolyó, ami komplex. Aktív talaj, amit ugyanúgy táptalajnak szoktak hívni, de ott van egy kis fogalombeli félértés, az aktív talaj az egy agyagos talaj, ami tartalmaz táp, tápanyagot, de nem fontos fedni. Tehát az aktív táptalaj az egy fedőtalaj. Ennek ismérve, hogy a foszfátot eltávolítja a vízből, keménységet csökkenti. A keménység csökkentés az hasznos, a foszfát eltávolítása nem hasznos, azt pótolni kell, ezért kezdők számára én nem szoktam javasolni az aktív talajt. Először inert talajban tanuljanak meg tápozni, tanulják meg azokat az egyszerű növényeket tartani, amik abban is nagyon szépek lesznek. És ha valaki ezen a szinten túljutott az inert talajon és az ambulia indiai vízi vonalon, azt már Kenny tudja tartani, akkor lehet esetleg piros növények meg aktív talaj felé túlépni. De helyből, ha valaki nem érzi még magáénak ezt az egész növényezést, akkor ne nagyon szerintem ne vegyen aktív talajt, bonyolítja az életet, vannak előnyei, Viszont a hátrányai egy kezdő számára elég nagy sikertelenséget tudnak okozni, ezért jobb az inert talaj, ha te kezdő vagy. Az inert talajon itt azt értem, ami, ami nem csökkenti a keménységet, nem a tápanyagot, és ez, a, ez pont az előnye. Nem veszik ki a foszfátot a vízből, nem babrál a, a keménységgel, el van, aztán nem csinál semmit tápozás szabályai, mennyi növénytápot adjak, mikor kezdjem el adni? milyen napszakban, ugye a milyen növénytápot azt már ő, fölvázoltam, mikor kezdje el tápozni, hogy akvárium van, el lehet kezdeni egyből, hogyha növényeket is egyből beraktad. Azért érdemes elkezdeni egyből tápozni, mivel még teljesen üres a víz, nincs benne tápanyag, ilyenkor nyugodtan el lehet kezdeni a heti beadagot beadni, vagy naponta a leosztott adagot beadogatni, föl fog épülni egy szint, és mire a növények már ott lesznek, hogy beszoktak az akváriumba, akkor már lesz egy olyan tápanyag szint a vízben, hogy már föl tudják belőle venni a nekik szükséges mennyiséget, és el tudnak kezdeni fejlődni. Milyen napszakban kell tápozni? Alaptápot tekintve mindegy, mivel ez egy olyan dolog, hogy naponta mindig picit adunk, Pici mennyiséget, ez, ez az összmennyiséghez képest elenyésző, részenként adjuk, adódik össze ez a tápmennyiség, ezért mindegy reggel vagy este az a táp hasznosulni fog, ott lesz jelen a vízben, fölvető formában. Erről a növénytában a kelátok gondoskodnak, ezek megvédik a tápanyagokat az átalakulástól. Kivétel a karbó, ezt szoktuk javasolni gyenge fény esetén is, ez egy szénforrás, ez ugye lebomlik az akvárium vizében a karbónak hatóanyaga, ez ugye nem széndiokszid gáz nem is úgy működik, de szénforrásként hasznosíthatják a növények, hogy pontosan a lebomlási sor melyik anyagát, azt, azt még pontosan nem tudjuk, nem tudom. Van-e amúgy a karbólós videóm? Tehát a karbót inkább a reggeli órákban lámpakapcsolás környékén ad be, mivel nagyobb az esély, hogy azt a lebomlási sornak a valamelyik alkotó elemét, vegyületét a növény föl fogja tudni venni mennyi növénytápot adja, ez is még szokott kérdés lenni. Gyári adagot nem érdemes túllépni, az a gyári adagolás az úgy meghatározó, hogy nagyjából úgy azok a tápanyagszintek, amiket meg kell célozni a növénynek, az megfelelő koncentrációban legyen jelen. Ha a vas hiányod van, erről később fogok egy kicsit még beszélni, akkor picit lehet emelni, de nagyon, tehát mondjuk a heti adag plusz 20% föléne nagyon mennyi. Következő kérdés szokott lenni, hogy milyen növényeket vegyek. Most itt nem szeretném azt az ötven fajt felsorolni, csak a fő golyóálló növényfajokat, amik azért a boltokba sűrűn elfordulnak. Ez az indiai vizicsilla, kocsány nélküli ambulia. Ennek is van magyar neve, inkább a latint mondom, ez a Higrofila diformis. Akkor minden kriptokorin, minden ehinodorus faj ide tartozik. Természetesen egy-két kivételtől eltekintve akkor az összes moha, ott is vannak kivételek, például a Riccardia muha egy igényesebb, de mondjuk egy jávai karácsony forrás muha, ezeket meg lehet próbálni tartani nyugodtan. Alapvető, hogy akkor lépjünk túl mondjuk a piros növények felé, ez is egy sűrű kérdés, ha már az alapnövényeket hibátlanul és egészségesen tudjuk tartani, piros növények általánosan véve igényesek, ezért nem javaslom, hogy azzal kezd. Tehát mondjuk, ha az ambuliad, indiai vízicsillagod még nem egészséges, még nincsen rutinba, hogy az, az egészségesé tud tenni, akkor, akkor véve piros növényeket sem javaslok próbálkozni. Nyilván lehet sikeret, ha mégis beválasztottál, de, de általános szabályként nem javaslom. Mennyi növény kell egy akváriumban? Hát a, van egy akvárium, annak az aljának azért a kétharmadát érdemes beültetni, ez mondjuk már kellő növénytömeget fog adni, hogy, hogy, kiszorítsák a növények az algákat, mert ugye ők, ők vetélytársak, kompetitor szervezetek. Miért sárgú, rohadt, barnú a növény? Alapvetően elmondható, hogy ha a felső hajtás fehéredik, az vas hiány, ha az alsó csúnya az valamelyik makroelemnek, tehát nitrát, foszfát, káliumnak a hiánya. Hát, hogyha vas hiányod van, picit megpróbáltad emelni a, a, a laptopnak a mennyiségét, amiben vas van. Ha egyszerű hiánytünet, akkor ez segített rajta. Amúgy a mikro- és makroelemek, igazából minden elem vetélkedik egymásra, de mondhatjuk, hogy a mikro- és makroelemek is vetélkednek egymásra. Tehát, ha sok a mikroelem, akkor a makroelemek mennyisége is, mármint nem a mennyisége, hanem a fölvétele, hasznosulása a növényben csökkenhet. Tehát, hogyha mondjuk hullik az alsó levél, megpróbáltad picit csökkenteni a mikroelemek mennyiségét, ezzel javítani a makroelemeknek a felvételét. Ugyanígy, hogyha vas hiány van, az is előfordult, hogy a foszfát sok, ugye az egy makroelem, tehát a, a makró mennyiségét valahogy csökkented, mondjuk több növényelvi, több vízcserével, akkor a mikroelemek, tehát mondjuk a vas felvétele növekedhet. Tehát ez így megy ilyen csúszkaként, nagyon, -nagyon nagy vonalakban. Vannak olyan uh, hiánytünetnek tűnő növénygondok, amiknél nem érdemes foglalkozni még vele. Ez például, hogyha boltból vettél egy növényt, és uh, egy-két héten belül elkezd barnulni, sárgulni az idősebb levél, akkor uh, előfordult hogy ez, ez még levélváltás. Ez ehinodorusz fajoknál. Uh, jellemző, nagyon sokan kétségbe is, úristen, barnul foszlik szét alá, ez milyen hiánytűnet, ilyenkor tévesen elkezdik, elkezdik ott az emberek elemezgetni, hogy biztos foszfor, nem, ehinodorusznál az idősebb levelek mindig el fognak bomlani, és az újak lesznek majd szépek, tehát ezeknél a fajoknál ne keressünk az első hetekben hiánytünetet. Ez amúgy általánosságban véve minden növényre igaz. Ehinodorusnál nagy mértékben, többi növénynél kevésbé, de alapvetően minden egyes emersztett, vízfelett termesztett, boltból vásárolt növény pár hétig csúnya lesz, szenvedni fog, az új levele lesz szép, a régi levele csúnya lesz, ott, ott, ne nézd még a hiány tünetet a legelején. Túladagolások. Ugye a mikroelem túladagolás egyik tünete az, hogy ecsetalgásodnak a régi levelek, hullik a régi levél, csúnya, a bevonatos, nem fog úgy növekedni a növény, ez lehet a mikroelem túladagolás következménye, a makroelem túladagolás következménye, lehet esetleg egyéb zöld sodás, vas hiány. ez most csak így nagyon nagy vonalakban, tehát ezt a témát szépen ki lehetne bontani, kezdőszinten ez ilyen ökölszabályként jó lesz, hogy, hogy merre felé indulj el, hogyha ilyen gondod van. Dióhéjban ennyit szerettem volna a témáról a kezdőknek. Ha egyéb segítségkel még akkor ajánlom a növényes akvaristák közösségét a Facebookon, ennek én még az adminja. Ha még azon felül is kell segítség, privátban, hogy fogja a kezdetet és megmondjam, hogy ténylegesen most mit érdemes csinálni, hogy kicsit tud tőlem tanulni, akkor a mentor klubot javaslom, ezt én kezdtem el. Ez egy előfizetéses közösség, úgy tudsz csatlakozni, hogy írsz nekem Facebookon, Nagy Viktor vagyok amúgy, a növényes akvaristák közössége adminja, írsz nekem privátban, és megbeszéljük a részleteket, hogy, hogy hogy tudsz ezt csatlakozni, ez amúgy havidíjas konstrukcióban üzemel. Cserébe teljesen minden anyagi érdektől függetlenül tudok neked tanácsot adni, megkapod a teljes tudásomat ahhoz, hogy sikeres legyen az akváriumod. Mindenkinek sok sikert kívánok, és algamentes akváriumokat. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!